200 rendőr rohanta le az Ökotárs Alapítvány székházát néhány hete. A civilek kommandósok által való lerohanásáról már kérdeztem önt, sajnos semmilyen értékelhető választ nem kaptam. Ezért az országos rendőrfőkapitányhoz fordultam, ő ugyanis a jogszabály rendelkezései szerint köteles érdemben válaszolni, nem hablatyolhat úgy, ahogy egy államtitkár egyébként szokott. A főkapitány válasza a véleménye mellett két konkrétumot tartalmazott, két fontos konkrétumot. Egyrészt a Nemzeti Nyomozóiroda vezetője határozott erről az intézkedésről, másrészt az intézkedés az adófizetőknek, már csak ha a kiérkező rendőröknek az aznapi fizetését veszem alapul semmi más, akkor 1.249.000 forintjába került. Szeretném emlékeztetni államtitkár urat, mielőtt fölteszem a kérdéseket, hogy az azonnali kérdés egy olyan műfaj, amikor önnek arra a kérdésre kell válaszolni, amit a képviselő kérdez, és mivel ez nem mindig szokott sikerülni, ezért most erre emlékeztetem. Amire választ szeretnék tehát kapni, hogy miért kellett az adófizetők pénzéből 1.249.000 forintot költeni egy egyszerű házkutatásra. Nem gondolja el, hogy ebből legalább 1 000 000 forintot érdemesebb lett volna azoknak a bűncselekményeknek a felderítésére szánni, amelyek évek óta nem tudnak véget érni, ahelyett, hogy civilek megfélemlítésére szánt erődemonstrációt tartanak ebből. Nem gondolja államtitkár úr, hogy a belügyminisztériumnak vizsgálatot kéne elrendelnie azzal a rendőri vezetővel szemben, aki erről a példátlan intézkedésről döntött. És most szeretném kiemelni, hogy miről nem szeretnék választ hallani, amiről nem érdekel az ön véleménye, hogy mit gondol a Gyurcsány korszak idején a rendőrség tevékenységéről, hogy milyennek az egésznek a jogszabályi háttere, arról sem szeretném a válaszát hallani, hogy mi a véleménye a büntető eljárásról úgy, mint egészről, hiszen én erre a konkrét intézkedésre kérdeztem rá. Nagyon szépen köszönöm, államtitkár úr. Államtitkár úr, a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Köszönöm.